Évtizedes firkák az egykori szűvépületének falán, az ingatlan közel 20 év kihasználatlanság után kap hamarosan új funkciót. Az önkormányzat ugyanis megvette a 2000 négyzetméteres épületet, mindössze nagyjából 80 ezer forintért négyzetméterenként. A cél pedig, hogy egy teljes felújítás után a Tolna megyei szakképzési centrumnak adják át használatra. Fel fogjuk újítani majd az épületet. Ez egy kb. 2000 négyzetméteres épület, több funkciót fog bent kapni majd, és én azt mondom, hogy a funkciók mellett legalább annyira fontos. A már felújított épületben a Tolna megyei szakképzési centrum központja kap majd helyet, de felnőtt képzési és vizsgaközpontot is kialakítanak a falak között. Az az elképzelésünk, hogy teljes egészében szakképzés szolgálatába állítjuk. Ebben szeretnénk elsődlegesen egy pályorientációs tevékenységet beépíteni az épületbe. Ez azt jelenti, hogy olyan, minden olyan tevékenységet, ami egy picit a szakképzés irányába tudja irányítani vagy motiválni a gyerekeket. Ide szeretnénk egy ilyen jellegű funkciót adni, ezen felül pedig nagyon-nagyon fontos, hogy a felnőttek számára megnyissuk azokat a széles képzési lehetőségeket, amiket az új jogszabályok megadnak, és aminek kapcsán gyakorlatilag, mint szakképző intézmények ingyenesen tudunk a felnőttek számára képzést nyújtani. Ezért számítunk arra, hogy itt jelentős mértékű felnőtt fog megfordulni. Így egy felnőtt képzési centrumot szeretnénk benne kialakítani, és harmadik pedig, hogy egy olyan vizsgacentrumot, ami független vizsgaközpontként tud majd a jövőben működni. Ez lenne a következő nagy funkciója, és hát teljesen természetes módon, miután a Tolna megyei szakképzési centrum 9 iskolának a működését koordinálja a megyében, itt van egy központi munkaszervezetünk, a központi munkaszervezetet is szeretnénk ide behozni, és itt egy fix helyet találni neki. Az egykori szűvépülete a Modern Városok program részeként újul meg, így a beruházás nem terheli majd a szekszárdi költségvetést. Átsezső azt mondja, ez az első eset a tavalyi választás óta, hogy a közgyűlésben többségbe került ilyen szekszárd frakció nem próbál meg ellehetetleníteni egy városi beruházást. Modern Városok programba annak idején még 2016-ban ugye bekerült a szakképzés fejlesztése, és most eljutottunk odáig, hogy sikerült megvásárolni ezt az épületet. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szakképzés erős legyen, hiszen a gazdasági, tehát az ország gazdasága az gyakorlatilag függ attól, hogy milyen képzettségű szakemberekkel tudnunk dolgozni. Ebben az iskoláknak, a szakképzőiskoláknak kiemelt szerepe van, és magának a szakképzési centrumnak is kiemelt szerepe van helyi szinten. Mindenképpen abba az irányba szeretnénk mozdulni, hogy a szakképzésnek a keresletvezérelt oldalát erősítsük meg, ezért már most is folyamatosan egyeztetünk a vállalkozókkal, helyi szintű vállalkozókkal. Egyrészt a változásokat ismertetjük feléjük, az új típusú szakképzési rendszerből adódó, duális képzésből adódó lehetőségeket ismertetjük velük, és nem mellesleg pedig elmondjuk azt is, hogy milyen új lehetőségek vannak, akár vállalati képzésben, felnőttek képzése tekintetében. Tehát elindult egy folyamatos konzultáció. A Tolna megyei szakképzési centrum a tervek szerint legkésőbb 2022-ben veheti használatba az addigra már felújított épületet.